akarsz forexezni? Már ebből a kérdésből is látszik, olyan, mintha azt kérdezném, akarsz sakkozni? Valahogy a komolytalanság felé viszi a dolgot. Tegyük fel a kérdést inkább így. Akarsz devizakereskedő lenni? Erre már valószínűleg kevesebben vágják rá az igent. Ez a kérdés azt sugallja, meg akarsz-e tanulni egy szakmát. A mai kis videómban erről a komolyságról, komolytalanságról szeretnék néhány gondolatot elmesélni. Nemrégen indítottam egy szignálszervizt. A Viber nevű népszerű messengeren keresztül komplett trade setupokat küldök az előfizetőknek. Igyekszem úgy válogatni, hogy legyen idő cselekedni, vagyis bekötni az illető szignált. Ezért kevesebb market ordert, inkább pending ordereket használok. Én minden megbízást úgy kötök be, hogy a kockázat minden tréden 1% legyen, vagyis a szabad tőke és a stop távolság függvényében egy kis okos indikátor kiszámolja nekem, hány lottal kössek. Lejárt az első hónap, és valahol 15% tőkelövekedés magasságában jártunk, és mégis jöttek egymás után a felmondások. Először tanástalanul meredtem magam elé, de aztán rájöttem, valószínűleg nem kötötték be a trédeket a tisztelt előfizetők. Egyszerűen nem tudok mást elképzelni, hiszen 15% ilyen kis kockázattal kiemelkedően jó eredménynek számít. A mai napon, május 12-én így járunk, 23,7% tőkenövekedés van, 3,47% maximális drawdown. Sokaknál már az is egyetverő eredmény, ha legalább nulla körül tudja tartani a számláját, és akkor ez nem kell. A válasz nyilván az, hogy nincs időm rá, nem volt alkalom bekötni a szignált. És ahhoz drasztikusan azt mondom, teremtsd meg az időt, teremtsd meg az alkalmat magadban. Mindenkinek ugyanennyi idő áll rendelkezésére, hogy mely részét mire használja, az az ő döntése. Kimerem jelenteni, akinek nincs ideje bekötni a szignálokat, az nem is akarja igazán. Ő az, aki forexezget, de devizakereskedő nem lesz belőle. Nézzük meg néhány trader típust. Az elsőben a naivat sorolom. Ő az, aki bedől az ígéreteknek, ő az, aki lelki személy előtt már jövőre a Bahamákra költözött, garázsban a Bentley, a jachta privát kikötőben. Rájellemző az az intuitív trading, persze stop nélkül természetesen, és ő az, aki általában mindent jobban tud. Általában nem a legélesebb kés a fiókban, de ez nem akadályozza meg abban, hogy szorgalmasan postázgasson a különböző fórumokon, főleg lehúzó sértő kommentárokkal. Ő írta nekem, hogy a könyvem több száz oldal marhaság, amiből látszik, hogy el sem olvasta, még a kezébe sem vette, hiszen a könyv mindössze 140 oldalas. Mert hogy neki nem megy, de a hiba az nem nála van, az biztos. Ő a hivatásos hater. Az ilyenekből sosem lesz devizakereskedő. Csoda, hogy miből él, mert a forumozgatást nem hiszem, hogy olyan jól fizetnék, ha ehelyett visszalépne két lépést, és ezt ezek tanulna. Na de hagyjuk, nézzük a következő csoportot. Az intelligens, ám bár kevés önbizalommal rendelkező trader. Éppen az intelligenciája gátolja, hiszen jól látja minden tézis ellenoldalát. A nem létező Szent Grált keresi általában rosszul tűri a veszteségeket, pedig, mint tudjuk, ezek részei a játszmának. Tulajdonképpen nem reményteleset, ha túl tudja tenni magát ezeken a pszichikai barriereken, és s***ja magát, akkor elkezd cselekedni. A harmadik típus The Maker, The Macher. Ő az, aki cselekszik, csinálja a dolgokat, nem filozofál róluk, ezekből lesznek a sikeres vállalkozók. És igen, a sikeres traderek is. Ő az, aki, ha például egy értekezetlenül, de megjön neki a szignál a Viberen, elnézést kér, ki kell mennie, és beköti a trédet. Ő az, aki akarja is csinálni, és ezt nem csak elméletben, de gyakorlatban is véghez viszi. Fegyelmezett, céltudatos, és főként türelmes és kitartó. Előtte a cél, ennek az eléréséért pedig mindent megtesz. A legtöbb ember felülbecsüli, mit lehet elérni kis időtávon, és szinte mindenki alulbecsüli, hova lehet eljutni hosszú távon. Hogy nincs ideje bekötni a trédet, a németeknek van egy nagyon jó közmondásuk. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Vagyis ahol akarat van, ott van egy út is. Nézzük meg a tréder társadalom eloszlását. 12% aki valóban sikeres,
18% nulla körül tudja tartani a számláját, és 57% 3 hónap alatt teljesen lenullázza a tőkéjét. Nem szép kimondani, de belőlük élünk. Az pedig, hogy ön hova fog tartozni, szinte kizárólag önön múlik. Mi hiányzik? Most szándékosan nem a tuti stratégiákról beszélek, hanem az egyéb faktorokat szeretném egy picikét körbejárni. Már az előzőekben láttuk, mekkora szerepe van a személyiségnek, a motivációnak. Nos, hozzájön még a vállalkozói gondolkodásmód. Hiszen ez is egy vállalkozás, befektetünk egy bizonyos tőkét, kereskedünk vele a haszon reményében. Ha valaki nyit egy éttermet, nyilván olyat választ, ami passzol ő hozzá. Egy 3 Michelin csillagos étteremből is lehet hasznot generálni, meg egy útmenti food truckből is. Lefordítva, hosszú távú tranzakciókkal is lehet pénzt keresni, de skalpolással is. De mindkét dolgot részletekig kidolgozva professzionálisan kell csinálni. A céltudatosság a legfontosabb. Egy kollégám mesélte, hogy neki volt egy tanítványa, aki $1000 kezdte az éles kereskedést, persze egy fél éves alapos demo tréning után. Majdnem minden évben sikerült neki megduplázni a tőkéjét, sohasem nyúlt hozzá, lehajtott fejjel, mint egy robot dolgozott és dolgozott, az 5. év végére érte el azt a tőkenívót, amiből már meg tudott élni. Én nem is van az illető, de állítólag ilyen is van. Van egy érdekes pszichológiai fenomén. Valamit megérteni, illetve valamit tudomásul venni. Tulajdonképpen minden tanítványom megérti, hogy a forex egy hosszú távú üzlet, hogy veszteséges periódusok is vannak. Mégis az első drawdown-nál megijed és terelesz kétséggel. Megértette, amit tanult, de nem vette tudomásul. Valahol a lelkünk mélyén azt reméljük, hogy velünk másképp lesz. Mi védhetünk néhány szabály alól, velünk nem történhet meg a katasztrófa. Einstein szerint a bolond definíciója az az, hogyha valaki mindig ugyanazt csinálja és mégis más végeredményt vár el. Bizonyára mindenki megmosolyogja a látható feliratot, pedig komolyan gondolom. Volt egy kollégám, akivel kis eltéréssel együtt kezdtünk. Ezután elvesztettük egymást a világban. Egyszer csak jelentkezett nálam mentorálásra. Én nem hittem a szememnek, hát te mi a fenét keresel itt? Arra akarok rájönni, hogyan lehet egy trendet egészen a végéig elkísérni, és a lehető legtöbbet kivenni belőle. Hiába bizonygattam neki, hogy nincs ilyen tuti módszer, meg hogy nem ez a lényeg. Ő ezt mint intellektuális kihívásként kezelte, és minden energiájával ezen dolgozott. Elveszítve a szem elől a célt, nevezetesen, hogy pénzt akarunk keresni. Ennek a típusnak van aztán egy másik változata, azt én okos tojásnak hívom. Ő az, aki vesz egy tuti robotot, és aztán független a setfájloktól ráteszi az expertet, minden létező devizapára, hadd szóljon. Ő az, aki megírja nekem, hogyan keresek neki pénzt. Ő az, aki, ha kész a stratégia, akkor még kombinálni akarja minden egyéb megközelítési móddal. Ő az, aki megkérdezi, hány pipet csinálsz egy nap, és így tovább, és így tovább. Belőle sem lesz sohasem céder. A cél nevezetesen a pénzkeresés tevékenysége, mint egy melléktermékké válik. Itt a Viber Signal Service ezévi első 2 trédjét látjuk. Egy nyerő, egy vesző. -33 bp, viszont egy 0,5% nyereség, hiszen az elsőnél a stop sokkal messzebb volt. Mindig százalékban kell gondolkodni. A pip az nem érdekes. Egy pip lehet $100 és lehet 10 cent is. Ha megnézzük ezt a táblázatot, ahol ha valaki 10%-onként veszítgeti a tőkéjét, láthatjuk, mennyire erőteljesen nő az a teljesítmény, ami egyáltalán a nullával való visszakapaszkodáshoz kell. Ha valaki levezette a tőkéje felét, akkor abban a pillanatban a rendelkezésére álló maradék összeg az a 100%, igaz? Vagyis azt kell neki megduplázni ahhoz, 100%-ot kell neki csinálni ahhoz, hogy egyáltalán ismét a pénzénél legyen az ember. Nagyon gyakran megkérdezik, mekkora tőke kell és mennyit lehet keresni a forex-el. Hát ez nyilván rengeteg mindentől függ, én mindenképpen egy éves teljesítményt vennék, és azt osztanám el 12-vel, akkor kapok egy átlagos számot, ami a havi keresetet körülbelül tükrözi. Nálam a tőke megőrzésének prioritása van a nyereségszerzéssel szemben. Ezért csak 1% kockázatot vállalok trédenként.
Az ábra a 2017-es évemet ábrázolja. Ha tudod, mennyi a teljesítményed, és mondjuk ebből akarsz megélni, tegyük fel, megszavazol magadnak egy 3000 dolláros fizetést, akkor a válasz már persze egyszerű. 100 000 dollár kell hozzá, és kész. Persze meg lehetne csinálni úgy is, hogy csak feletőként teszi az ember, és dupla akkora kockázattal repül, de az új ESMA rendelkezések miatt már ez is erősen be van határolva. A szomorú igazság tehát az, a Forexhez pénz kell. Pont. Ha valaki ezzel akar kikászálódni valamilyen financiális pénzhelyzetből, felejtse el, nem fog működni. Ha a 2017-es teljesítményemet egy 10 000 dolláros tőkére vetítem, akkor ez lenne az eredmény. Fontos, hogy a maximális drawdown csak 2,38%. Mert ugye volt egy nullás és új veszteséges hónapom is. Ha ugyanezt 5%-os tradenkénti kockázattal tradeltem volna, akkor exponenciálisan magasabb eredmény jön ki, de a maximális drawdown már 21,75%, ez pedig nem mindenki nyeri le könnyen, különösen, hogy 2 hónapi időtartamon át húzódott. Nem akarok senkit se erre, se arra rábeszélni, csak arra, hogy százalékos money managementet kell használni. Ez a gödör mélyülését fékezi, a nyereséget pedig exponenciálisan gyorsítja. Viszonylag új a workshop, vagy magyar nevén Forex műhely. Hetenként 2 alkalommal találkozunk online, és trade setupokat készítünk, majd ezeket be is kötjük. Itt a jelenlegi állást látják. A workshop és a Viber egy havi ingyenes webinárral még összefoglalva egy csomagba adja a Winners Club nevű szolgáltatást, melynek jelenlegi állása január 1-e óta itt látható. Az összesített eredmény ilyen kis kockázattal azt hiszem szerénytelenség nélkül is kiválónak mondható. Köszönöm a figyelmüket, remélem néhány érdekes gondolatot vezettem föl, weboldalamon lévő új fórumomon várom a visszajelzéseket, valamint természetesen mindenki szeretettel várok a Winners Clubban. A viszontlátásra!